Békés megyében a rendőrség országos kezdeményezések végrehajtásával és saját ötletekkel is készül mindig a szeptemberre, az iskola kezdésre. Így van ez az idén is. Folytatódik az iskola rendőre program, ezt nagyon fontos hangsúlyozni, hiszen 2008-tól kezdődően az ország iskoláinak vannak iskola rendőrei. Ez annyit jelent, hogy a munkatársaim rendszeresen meglátogatják az intézményeket, beszélnek a pedagógusokkal, szükség esetén a szülők segítségére vannak, illetve hogyha bemegyünk az iskolába, akkor már láthatóak azok a plakátok, ahol az iskola rendőrének elérhetősége megtalálható. Stop, stop, don't you see this crowd? Stop, stop, better life. Miért fontos ez? Évközben is forduljanak bizalommal a kollégáimhoz, hogyha az iskola környékén olyan biztonsági probléma vagy kérdés adódik, amiben a rendőrség segíthet, esetleg az intézményen belül van olyan fajta észrevétel, amelyben tanácsra van szükségük, akkor a munkatársaim szívesen segítenek. Stop, stop, don't you see this crowd? Stop, stop, better life. Van a Zebra Zsaru programunk, ami egy helyi kezdeményezés. Nagyon nagy múltja van ennek is, 2005-ben kezdődött, alapvetően a gyermekek szabályos közlekedésre nevelését célozza. Békés megyében, most ebben a tanévben 11 iskola vesz részt az iskola rendőre programban, Gyulán is van ilyen intézmény. Ennek keretében a kis Zebra Zsaruknak közlekedési foglalkozásokat, előadásokat tartanak a rendőrök. Itt szeptemberben iskola rendőrei, vagy pedig közlekedési rendőrök a Zebra Zsarukkal teljesítenek szolgálatot. Tehát a gyermekek, akik már rendelkeznek bizonyos közlekedési ismeretekkel, segítik a társaikat. Természetesen nem csak a baleset megelőzésre fókuszálunk így a tanév kezdetén, hanem a bűnmegelőzésre is nagyon nagy hangsúlyt fektetünk. A Békés-megyei Rendőrfőkapitányság bűnmegelőzési osztályának számos ifjúságvédelemmel foglalkozó szakembere van. Emellett természetesen ugye a DADA program, az ellenszer program folytatódik, működtetjük a bűnmegelőzési tanácsadói szolgálatot, és emellett van még a rendőrségnek egy olyan kezdeményezésére, amelyre szintén érdemes felhívni a figyelmet. A rendőrség honlapján megtalálhatóak a drogprevenciós összekötők elérhetőségei. Hogy mire is jók ezek a telefonszámok vagy e-mail címek? Hogyha akár az iskolában, akár a családban a drogok használatával, új pszichoaktív anyagokkal kapcsolatos kérdés merülne fel, netán probléma adódik, akkor nem csak személyesen lehet tanácsot kérni, hanem akár egy e-mailben, akár egy telefonhívással is fel lehet venni a kapcsolatot a szakemberrel. Én arra biztatom a pedagógusokat, szülőket is, hogy éljenek a lehetőséggel, hiszen a munkatársaim megpróbálják az adott helyzetre a legjobb megoldást megtalálni, és a szükséges tanácsokat megadni. Így a gyulai rendőrkapitányságon is van ilyen drogprevenciós összekötő munkatárs. Összességében a rendőrség részéről azt tudom elmondani, hogy természetesen mindenben igyekszünk segíteni, ugyanakkor nagyon kérnénk a szülőket, hogy mutassanak példát. Ez a közlekedésben és úgy általában a hétköznapokban is igaz, hiszen a gyermek legtöbb időt a szülőkkel, a pedagógusokkal tölt, és nyilvánvaló módon az a legfontosabb, hogy ne jussunk el odáig, hogy a rendőrségnek közbe kelljen lépni. Egy egyszerű példa. Ugye nagyon nehéz visszaszokni szeptember elején abba a napi ritmusba, hogy minden reggel oda kell érni az iskolába. Velem is megtörtént már, hogy siettem azért, hogy ne késsünk el. Ugyanakkor, ha ilyen helyzetekben mondjuk egy villogó zöldön lelépünk, átszaladunk az úton, vagy éppen átszaladunk egy olyan helyen, ahol nincsen zebra, nincsen lámpa egy autó előtt, mert úgy gondoljuk, hogy még átérünk, és akkor át is érünk, akkor a gyermek legközelebb ezt egyedül is meg fogja próbálni, és akkor már ő nem biztos, hogy olyan jól méri fel a közeledő autó távolságát, és baleset történik. Tehát nagyon lényeges, hogy mindig legyünk szabályosak, mutassunk jó példát a gyerekeknek, hogy a lehető legtöbbet tudják, és a legjobb dolgokat tudják tőlünk megtanulni.